Megegyik meg, hogy egy idézettel kezdjem. Zsugori alak vagyok, ha az ország pénzéről van szó, rossz üzleteket nem kötök. Ezt mondta ma Orbán Viktor egy interjúban. Szeretném a mondat kapcsán megkérni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy amennyiben ez az állítása igaz, akkor menjen el Orbán Viktor Fidesz elnökhöz, és kérje vissza azt a 800 millió forintot, amit az adófizetők pénzéből nemrég ingyen a Fidesz rendelkezésére bocsájtott. Hiszen friss hír, hogy azt az arculati elemet, azt a projektet, amit a kormány saját kampányára dolgoztatott ki az adófizetők pénzéből, azt a Fidesz kérésére ingyen átadta a Fidesznek. Hogyha az ország pénzéről van szó, és rossz üzletet nem akar kötni a miniszterelnök, egyébként ebben őt bátorítanánk, akkor még egyszer javaslom Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy Orbán Viktor pártelnöktől ezt a 800 millió forintot kérje vissza. Sajnos más dolgokról is beszélnünk kell. Ahogy ez már elhangzott, rekord nagyságúra hízott az államháztartás januári hiánya. Példátlan ez a növekedés, mintegy 30 szorosa a tavaly ilyenkor mért hiánynak. Egészen pontosan több mint 75 milliárd forintról beszélünk, tavaly ez a szám 2,5 milliárd forint volt. Sőt, hogy visszamenjek egy kicsit az időbe, 2,5 milliárd forintos volt a 2010 évi januári államháztartási hiány is. Ehhez képest ez az összeg most ennek 30 szorosa. Ez jelzi, hogy a kormány osztogat a fosztogatás mellett. Baráti önkormányzatoknak és baráti cégeknek jut ennek a pénznek a nagy része. Ennek az eredménye sajnos meglátszik az államadóság adataiban is. Az adósság csökkentés ugyan, ugyanis kutba esett. Az elmúlt napokban Orbán Viktor mellett Varga Mihály is az államadóság csökkenéséről beszélt. Egyikük sem mondott igazat. Emlékeztetnék arra, hogy a Fidesz annak érdekében, hogy a saját törvényét betartsa, tavalyi év végén mintegy 900 milliárd forintos kozmetikázást hajtott végre az államháztartás adósságával összefüggő adatokban. Ez a közel 900 milliárd forint úgy jött össze, hogy decemberben visszafogtak több mint 450 milliárdnyi kötvénykibocsájtást, átütemezték, és eközben a még meglévő nyugdíj vagyomból adósság csökkentése fordítottak, szintén decemberben több mint 430 milliárd forintot. A naptárral lehet ugyan játszani, de a tendenciákkal nem. És itt a friss igazság. Az államadóság kezelő központ hivatalos adatai szerint a központi költségvetés adóssága több mint 22840 milliárd forint. Ez a rekordnagyságú államadóságot jelent. Emlékeztetnék rá, hogy az államadóság a kormányváltás előtt nem érte el a 20 000 milliárd forintot, a növekmény az közel 3000 milliárd forint. Hogyha ehhez hozzátesszük, hogy mindeközben eltapsoltak 3000 milliárd forintnyi vagyont, ebből alig maradt már valamennyi pénz, és megnézzük, hogy ebből mennyit költöttek államadóság csökkentéssel, az ak akkor azt kapjuk, hogy az valamivel több, mint 2000 milliárd forint. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy az állam, hogy a magányúdíj pénztár lenyúlása nélkül, az államadóság növekedése 2010-2010-es kormányváltás óta meghaladná az 5000 milliárd forintot. Ez tehát a szomorú igazság szemben a kormány optimista kijelentéseivel. A kormány tehát nem csak rossz üzleteket köt, hanem elzálogosítja a jövét, jövőt a paksi beruházás kapcsán egyébként több tíz évre. Engedjék meg, hogy egy másik nyilatkozatra is kitérjek. Nemrég Lázár János kilátásba helyezte, hogy a devizahiteles program keretében az autó hitelesek megmentésére is sor kerülhet. Ezzel a kijelentéssel azért van néhány probléma. A kormány szándékai komolyak, akkor persze ez egy üdvözlendő lépés. Az a baj, hogy a Fidesz szótárában a megvédjük és a megmentjük szavak megfelelője a az sajnos azt jelenti, hogy elvesszük. Ha a kormány kijelenti, hogy valakiket megmentenek, akkor az illetők jobb, ha elkezdenek félni. Különös bája ennek a bejelentésnek, hogy ezt az a Lázár János tette meg, akinek lézerblokkolója óta a saját autójával azért kisebb-nagyobb problémák voltak, egyet leszámítva, hogy ő állami autóval jár, ellentétben a deviza devizahiteresekkel. Nagyon reméljük, hogy a befutcsolt és lényegében egy szellemparká váló utcai lakópark mellé e kijelentés nyomán nem kerül egy gigantikus autóparkoló a kormány újabb ötlete és rossz kivitelezése következtében. Összességében tehát azt tudom mondani, kormány soha nem volt még olyan szegény, hogy ígérni ne tudott volna, de a valóság sajnos azt mutatja, hogy ami ez nyúl, az mind rosszul végződik.